Köszöntöm kedves nézőinket, péntek esti híradónkkal jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. Szokás szerint egy rövid előzetessel indítunk. Megújult a Bányai. Pénteken délután hivatalosan is átadták a felújított iskolát. A hatékonyság jegyében. Egy új lombszívó segítségével gyorsabban tisztíthatják meg a várost a kommunális dolgozói. Drága lett a rántotta. Néhány hét alatt szinte megduplázódott a tojás ára, az emelkedésnek több oka is van. Végéhez ért a Bajai Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola felújítása. A megszépült épületet pénteken adták át ünnepélyesen a diákok és az iskola dolgozói számára. Az intézmény a beruházáshoz 100 millió forintot nyert el a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán. Pénteken vágták át a nemzeti színű szalagot az intézmény dísztermében. Az egykori megyeháza mintegy 4000 négyzetméteres épületében az összes nyilászárót modern fa ablakokra és ajtókra cserélték. Az intézmény mai arcát 1923-ban kapta, ekkor indult el a kereskedelmi képzés. Éppen azért, mert ennek az épületnek a története az ezerszállal kötődik Bajamároshoz, a Mácska történetéhez. Éppen ezért volt egy kicsit fájó is, ahogy mondtam, egy kicsit inspiráló is, hogy mindenképpen mielőbb fel kell újítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagy öröm volt, amikor megszületett a kormányzati döntés arról, hogy 100 millió forintból a külső homlokzatot, a nyílászárókat ki tudjuk cserélni. A munkálatokat a nyár elején kezdték, ami a szeptemberi tanévkezdést sem zavarta, ugyanis a munkások hétvégén is dolgoztak. Összegezte a beruházást Horváth Anett tagintézményvezető. Az utolsó jelentősebb felújítás az 1980-as években történt, így a dolgozók és a diákok már nagyon várták a fejlesztést. A pályázatot az önkormányzat is végig figyelemmel kísérte. Nem felejtjük el, hogy a mi városunkról van szó, a mi épületeinkről van szó, a mi dolgozóinkról van szó, mert már olyan értelemben, hogy természetesen többségében bajai emberek dolgoznak ezekben az intézményekben, és hát ami talán a legfontosabb, hogy a gyermekeink, a jövő generációja itt veszi fel azt a tudást, itt alapozza meg a jövőjét, a város jövőjét. A gazdasági minisztérium költségvetési forrásból mintegy 10 milliárd forintot fordít a szakképző intézmények felújítására. Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár elmondta, az erős gazdasághoz jól képzett munkaerő szükséges. Ehhez valamikor rugalmasabbá kell tenni a képzésünket, és valamikor szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a gazdasággal, a gazdálkodókkal. A képzésbe be kell őket vonni, és nekünk fontos, hogy azt képezzük, amire nekik szükségük van. És a képzésünket egyre jobban nem inkább a kínálat kell, hogy irányítsa, hanem inkább a kereslet. A Bajai Szakképzési Centrum főigazgatója Virág Tibor elmondta, az energetikai beruházást követően már jelentősen érzékelhető a változás, a kazánok alapjáraton is befűtik az épületet. A tervek szerint a következő lépésben az iskola elektromos hálózatát cserélnék ki, és egy napelemes pályázatot indítanának a Bajai Centrum mind a 20 telephelyén. Összesen 1029 terméken csaknem 20 ezer laboratóriumi mérést végzett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az elmúlt 3 évben. A Supermenta elnevezésű program különböző termékcsoportokat tesztel. Az eddigi 36 hónap alatt 40 termékkör teljes körű vizsgálatát végezték el a hivatal szakemberei. Az ellenőrzött termékek között helyet kaptak feldolgozott élelmiszerek, alkoholos italok, zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények és állatgyógyászati készítmények is. A NÉBIH 2014 novemberében a vásárlói tudatosság növelése érdekében indította el szemléletformáló kampányát, amelynek során hatósági és laboratóriumi ellenőrzést egyaránt végeznek. A kedveltségi kóstolásokon 1000-nél is többen vettek részt. A termékteszt program az előállítóknak és forgalmazóknak is szól. A Supermenta programban elért helyezés ugyanis bizonyíték a termék kiválóságára. Az erre utaló emblémát egy évig használhatják a gyártók a csomagoláson vagy a reklámfelületeken. Egy új beszerzésnek köszönhetően gyorsabban tisztíthatják meg a várost a lehullott falevelektől a Bajai Kommunális Kft. Munkatársai. Az idei fejlesztési keretükből ugyanis egy hatalmas, speciális porszívóra is futotta, amely nagy könnyebbséget jelent a munkavégzés során. A cégnél jól gazdálkodtak,
több kisebb-nagyobb eszközt sikerült vásárolniuk a nekik ítélt összegből. Nagy munkában van a kommunális Kft. Legújabb szerzeménye. Itt éppen a Rókus utcát tisztítja meg a lehullott levelektől. A cég az idén 15 millió forintos fejlesztési alapból gazdálkodhatott, amiből telt a több mint 1 milliós gépre. A lombszivattyú mellett egy új lombfúvót is sikerült beszerezniük, ami összerendezi egy halomba az avart. A kettő együtt pedig rendkívül hatékony munkát képes elvégezni, tájékoztatott Korsós János ügyvezető. Gyakorlatilag egy XXL-es porszívó, amivel leveleket szívunk föl és teherautóra juttatjuk, illetve próbálkozunk majd az is, hogy füvet, a lekaszált füvet meg felszívni, de azt még nem próbáltuk ki, az csak egy kísérlet lesz, de a levélre optimális, ez biztos. Nyilván száraz időben legjobb, tehát most, amit csinálunk, ez egy ilyen bemutató miatt van, nem olyan hatékony, száraz időben akár 30-40 centiről távolságú is felrántja a leveleket, és a kocsira juttatja. Egy kocsira pedig akár 5 köbméter levél is felfér. Ezt eddig kézirakodással oldották meg, ami jóval több időt és élő munkaerőt vett igénybe. Korsós János elmondta, a segítség nagyon jól jött, hiszen a rendelkezésükre álló összegből egy komolyabb 2,2 millió forintos betonkeverőt, csápos emelőt, fűnyírót és kisebb berendezéseket is beszereztek, amikre már nagy szükségük volt. Az ügyvezető hozzátette, a teljes lombhullásig többször is körbejárják és megtisztítják a közterületeket, immáron az új szivattyújuk segítségével sokkal gyorsabban. Könnyen meglepődhetnek azok, akik ezekben a napokban tojásvásárlás mellett döntenek. Az elmúlt 1-2 hétben jelentősen felment a tojás ára, a nagyobbakért akár több mint 60 forintot is elkérnek az eladók. Stábunk utána járt a drágulás lehetséges okainak, ezzel folytatjuk nem sokára. Szent Erzsébet ünnepet tartottak pénteken délelőtt a Szent László AMK-ban. A szervezők a diákokat az intézmény udvarába várták, ahol több mint 1000 tanuló és pedagógus gyűlt össze. A rendezvényt a Magyar Katolikus Kulturális Napok keretében szervezték meg, amit még egy program követ majd a hétvégén. Szent Erzsébet az első gyermeke születése után árvaházat alapított, a második után kórházat, ahol személyesen is részt vett a betegek ápolásában. Egész életében fontosnak tartotta, hogy gondoskodjon a szegényekről, amit a családja rossz szemmel nézett. Ráemlékeztek a Katolikus Kulturális Napok keretében. A rendezvény célja az volt, hogy tudatosítsák az elesettekről, mindenkinek kötelessége gondoskodni. Ez egy nagyon szép ünnep szerintem, és ez Szent Erzsébet példát mutat az embereknek azzal, amit ő tett. És nekem személy szerint azért is nagyon fontos, mert nekem a Birma nevem az Erzsébet, és őt azért is választottam, mert hogy így ő rá én fel tudok nézni, és példát ad nekem az életemben. Az egyhetes programsorozat alcíme Szent Mártontól Szent Ceciliáig, de nem szabad megfeledkezni közben Szent Erzsébetről sem, mondta az intézmény vezetője. Nagyon fontosnak tartjuk, én ezt korábban már mondtam, hogy a szentek életét, vagy a hozzájuk fűződő legendákat a gyerekek megismerik, fel is dolgozzák, akkor sokkal jobban magukénak tekintik a körülötte lévő dolgokat. A magyar szentünk tiszteletére Erzsébet kenyereket szentelnek meg minden évben, amiket a diákok egymás között kiosztanak. Így volt ez az idén is. Emlékeztetve arra a csodára, amely az ő kötényében a szegényeknek adni szándékozott kenyerekből az isteni irgalom és gondviselés rózsákat változtatott át, amikor az ellenfelei kérdőre vonták, és így megmenekült a számonkéréstől. Emellett a történelmi zászlókat is megáldotta az iskola lelkész. Az intézmény ugyanis 10 új történelmi lobogóval gazdagodott, amelyek a kereszténységre, a magyarságra emlékeztetnek. A rendezvényen több diák feladatokat is vállalt. Ma az Erzsébet nap miatt kenyeret osztottunk, és tehát egy kis sajtal a diáktársainknak, és megtanultuk, hogy milyen adni és milyen kapni. A diákok a Máltai Szeretett Szolgálattal közösen október végén szeretett dobozokat készítettek, amiket jövő héten juttatnak el a szervezethez, onnan pedig Kárpátaljára továbbítják a csomagokat. Ezek közül egyet jelképesen az ünnepségen adtak át. Az élelmiszer gyűjtési akció pedig tovább folytatódik december közepéig, az adományokat bajai rászorulók kapják majd meg.
Jótékony akcióba kezdett az Eötvös József Főiskola. A Bajai Intézmény a napokban több szervezetnek is adományozott különböző használati tárgyakat. Legutóbb a Máltai Szeretetszolgálatnak állítottak össze egy nagyobb felajánlást azokból a jó állapotban lévő termékekből, amelyeket a főiskolán már nem tudnak hasznosítani. Konyhai eszközök, étkészlet és kisebb háztartási gépek is kerültek abba a furgonba, amely az Eötvös József Főiskola által felajánlott adományokat szállította el az új helyükre. A Bajai Intézmény a Máltai Szeretetszolgálat által támogatott nehéz sorsúokon szeretett volna segíteni azzal, hogy az egykori étkezőben lévő használaton kívüli eszközöket felajánlja a szervezet bajai csoportjának. Maros Beáta, a Szeretetszolgálat Bajai csoportvezetője elmondta, nagy hasznát veszik a kapott termékeknek. Az adományokat a hátrányos helyzetű rászoruló családoknak fogjuk szétosztani, akiknek a kiértesítése már megtörtént, és a jövő héten fogják átvenni ezeket az adományokat. Főként olyan családokat támogatunk, akik sok gyermeket nevelnek, illetve kis nyugdíjasokat, valamint gyermeküket egyedül nevelő, egyedülálló szülőket, főként hölgyeket, nőket. Én bízom benne, hogy az adományoknak örülni fognak. A felajánlások begyűjtését követően a főiskola és a szeretetszolgálat képviselője szerződésben is rögzítették az együttműködést. Horváth Rihárd kancellár helyettes hangsúlyozta, szeretné, ha a jövőben szoros kapcsolat alakulna ki a felek között. Elkezdődik majd egy együtt gondolkodás a Máltai Szeretetszolgálat és a főiskola között. Egy stratégiai partnerségi viszonyt szeretnénk kialakítani egymással, de ez a mostani aláírás ez arról szólt, amit a mai nap folyamán adományként felajánlottunk, ezeknek az eszközöknek a pontos megnevezése és amikéntje került rögzítésre. Az akcióban a főiskola hallgatói is közreműködtek. Mint mondták, jó érzés volt másokon segíteni, ezért a közelgő adománygyűjtésekhez is csatlakoznak. Ez a cipős doboz akció fog majd megvalósulni, ennek el is kezdtük a gyűjtési és a szervezési feladatait, és a december 2. hetében fog megvalósulni az adományok átadása. Maros Beáta kiemelte, a téli időszak közelettével pártfogatjaik körében egyre nagyobb szükség van meleg ruhaneműre és tartós élelmiszerre, ezért arra kérik a lakosságot, hogy a már nem használt ruhákat a szemetesek helyett a szeretetszolgálat helyi irodáiban adják le. November 17-e a koraszülöttek világnapja. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a koraszülöttségre, mint népbetegségre. Magyarországon évente minden tizedik, vagyis mintegy 8000 gyermek születik idő előtt. Koraszülöttnek a 37. hét előtt születettek számítanak, de hasonlóan veszélyeztetettek a 2500 g-nál kisebb súllyal világra jött csecsemők is. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a világnap kapcsán azt mondta, a kiváló egészségügyi csapatoknak és a technikai fejlődésnek köszönhetően évről évre csökken a csecsemő halandóság, amely egy év alatt 14,3%-kal mérséklődött. Egy most elindított program 3,8 milliárd forint összértékben támogatja a koraszülött és az újszülött intenzív osztályok bővítését, aminek keretében egyebek mellett lélegeztetőgépeket, inkubátorokat és diagnosztikai eszközöket vásárolhatnak. Lassanként luxus csemegévé válik a tyúk tojás. Fél év alatt a másfélszeresére drágult, nem egy boltban már 67 forintért adják darabját, de a piacon sem találunk 45 forintnál olcsóbban. A drágulás fő oka az idei évben az állományon végigsöprő madárinfluenza, valamint a tojás mérgezési botrány. A Baromfi Terméktanács hetekkel ezelőtt jelezte már a drágulást, akkor 50-60 forintos árakat ígértek az év végére. Másfél hónap még vissza van az esztendőből, de ezeket az összegeket már meghaladtuk. A vásárlók és a kereskedők egyaránt le vannak döbbenve a hirtelen drágulástól. Mi havi 40-et szoktunk fogyasztani, 40 darabot. Hát most nem két tálcával jöttem, hanem csak egye. Nagyon meglepő, hogy ennyi lett az ára. Elég sok tojást fogyasztunk, olyan 20-at szerintem hetente biztos. Hát meglepődtem, hogy ennyire drága. Vannak, akik az áremelkedés miatt átgondolják, hogy kevesebb tojást fogyasztanak, és esetleg másra költik a pénzüket. Drasztikusan emelkedik, és nem értünk vele egyet, mert 4 tojás az 1 kiló jön a tanalma. Ideális. Ez a kereskedő elmondta, az utóbbi időszakban van, hogy hetente kétszer is emelik a tojás árát 4-5 forinttal. A héten még 54 forintért tudta adni az XL méretűt, de jövő héten ez már biztosan többe fog kerülni. Azt mondják, hogy azért ilyen drága, mert ugye az idén többször is volt madárinfluenza, és ami tojóállomány most tojna, azt abban az időben kellett volna lerakni.
hogy azok, mire elérnek ebbe az időben, akkor most tudjanak tojni, és ezek most kiestek, ezek most nincsenek. És most az öreg tyúkok vannak, ugye, akik meg már nem tojnak annyit, amennyit ugye kellene. Bíznak benne, hogy tavaszra növekszik majd az állomány, és akkor a tojására is normalizálódhat. De a régi 30 forint körüli ár a holland és lengyel tojás mérkezési botrány miatt már valószínűleg örökre a múlté, mondta Rosta Lajos, a bajai városi piac vezetője. Az éttermek szintén megérzik az emelést, hiszen a felvásárlási árak is majdnem 50%-kal növekedtek. Angeli Lászlóné, az egyik bajai étterem ügyvezetője elmondta, náluk naponta közel 3000 adag étel készül, így négy konyhájukra hetente körülbelül 1800-2000 darab tojás rendelnek. Az ár az elég durván emelkedett, ahogy már említettem, az utóbbi hetekben 45 és 50 forint között van az ára, ami ilyen nagy mennyiségű vásárlásnál is azt mondhatom, hogy egy eléggé komoly költséget jelent a gyermekétkeztetésnél. A szakértők szerint az áremelkedésnek nincs vége. A tojás darabonkénti ára karácsonyig elérheti akár a 70 forintot is. Mérséklődésre pedig csak az új évben lehet számítani. A sportpercekkel folytatjuk, Putnik Tamás a stúdióban. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Változatosnak ígérkezik a hétvége sportkínálata, hiszen a labdajátékok mellett úszás és futás is szerepel a programban. Megszokott pénteki előzetesünk következik. Szombaton Pécsre utazik a bajai TSE MB2-es asztali tenisz csapata. A bajaiak nincsenek jó formában, de a 2-hetes bajnoki szünet remélhetőleg jó hatással lesz a fiatal csapatunkra. Kácsor Csaba tanítványai ezúttal a PTE Peac harmadik számú együttesével veszik fel a küzdelmet. A Spartacus úszói pedig egy 2 napos versenyre utaznak Hódmezővásárhelyre. Edzés verseny lesz az én csapatom számára, de jönnek kisebbek is, tehát az utánpótlás csapatból is jönnek szép számmal. Van, aki egy napra, van, aki 2 napra. Hát itt igazából az őszi munkának egyik felmérő állomása lesz. Sok számba fognak úszni a gyerekek, tehát nagy csodákat nem várok, úgyhogy igazából az eddigi munkát akarom felmérni, illetve éppen az, hogy ki mibe tud majd nyerni, az majd ott eldől. Ezúttal vasárnap lesz sűrűbb a program. Délelőtt 10 órakor rajtol el az idei alkonyat futó és kerékpáros verseny a Petőfi-szigeten. Radnóti Miklós ismét jó hangulatú évzáróra hívta a mozgás szerelmeseit, az idén is több táv közül választhatnak a nevezők. A bajai KSE MB2-es kézilabda csapata 14 órától a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban látja vendégül a Kaposvár gárdáját, míg a bajai NKK női kosárlabda csapata a Foni Trans Petőfiese otthonából próbálja meg elhozni a bajnoki pontokat. A fiúk viszont hazai pályán látják vendégül a listavezető Budafokot. A Bácska együttesében már pályára léphet a héten Kecskemétről Bajára igazoló Pongó Martin is. Én azt gondolom, hogy még talán lehet, hogy nekünk fekszik is az ő játékuk, mert nem azt a nagyon futós kosárlabdát játsszák. Ők eléggé ilyen felállt védelem ellen szeretnek játszani, és ezek a csapatok ellen mi általában jó meccseket szoktunk játszani. Most a Martin itt van, most akkor még lehet, hogy futni is fogunk, sokkal gyorsabbak leszünk, és remélem, hogy meg tudjuk tréfálni őket. A Bácska-Budafok összecsapás vasárnap 18 órakor kezdődik az MNAMK sportcsarnokában. Remélhetőleg Martin győztes mérkőzésen tér vissza a nevelőegyesületének csapatába. A sportpercek végén megköszönöm egész heti figyelmüket, a hétvégére mindenkinek jó pihenést kívánok. Viszontlátásra! Most pedig főbb híreink következnek még egyszer, röviden. Megújult a Bányai. Pénteken délután hivatalosan is átadták a felújított iskolát. A hatékonyság jegyében. Egy új lombszívó segítségével gyorsabban tisztíthatják meg a várost a kommunális dolgozói. Drága lett a rántotta. Néhány hét alatt szinte megduplázódott a tojás ára, az emelkedésnek több oka is van.
Kedves nézőink, péntek esti híradónkat láthatták itt a Bajai Televízióban, friss összeállítással hétfőn jelentkezünk majd ismét, a hétvégén pedig szokásos Visszapillantó című összeállításunkkal jelentkezünk, amelyben visszatekintünk az elmúlt hét fontosabb eseményeire. Nem sokára elmondjuk még, hogy milyen időjárásra számíthatunk, és elolvashatják a Duna vízállásának adatait is. Én a kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Kezdetben borult lesz az ég, majd délelőtt helyenként a Dunántúlon, délután már nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, estére már csak a Tiszántúlon maradt több a felhő. Eleinte többfelé, délután elszórtan, délen és keleten valószínű eső. Az északnyugati északi szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul.